Audi után a Kulik legszebb színes kutyáját láthatjuk. Nem véletlenül mondom, hogy színes kategória, mert ebben a színcsoportban három színű kulit versenyez, a feketék, a szürkék és az úgynevezett maszkos kapók, ami két színű egyébként az életben, a gyakorlatban ebből a kategóriából a fekete kuli lesz a mai napon a legszebb. Önállóan versenyez egy összes címekért a fehér kuli, ő a következő bemutatkozó. No, mai az Betlana. Szeretném csak elmondani, hogy ezek közül a fásztoktik a fajták közül az elmúlt hétvégén három fajta részére az év speciál kiállítása került megrendezésre. A MEOS Kuli klubja, Kuli klubja és Kuli klubja, tehát három klub, fajta klub rendezte együtt az év speciál kiállítását, kiemelkedő nevezési létszámmal a három fajtából 150 körüli egyet került elbírálásra. Kiemelkedő dolognak tartom, hogy a most fennálló, most bemutatkozó gumi fajtából magából 90 darab nevezett erre a kiállításra. Gratulálunk a MEOS Gumi klubjának ehhez a nagyon jó sikerült rendezvényhez. Köszönjük szépen az utolsó versenyzőnek, Harsányi Péter úr, egy körkörös mozgást kér a versenyzőktől. A közönséget pedig arra kérem, hogy utoljára egy nagy tapsal köszönjük nemzeti büszkeségeinket, a magyar pásztor kutyákat.